Finom, friss. Na, ne türelmetlenkedj. Jó, mindjárt foglalkozom veled. Na, kérsz egyet kóstolóba? Jó, kapsz. Na, de előbb kérek egy puszit. Úgy, ez az, ez az. Na. Na, ez már ilyen. Terence Hill, magyar hangja Újréti László. A kemény fejű. Zenéjét szerezte Mauro Paoluzzi. Fényképezte Alfio Contini. Írta Mark Barboni, Terence Hill, Sergio Donati és Steven Seagal. Forgatókönyv Mark Barboni. Bocsánat, szabad egy percet? További kellemes sétát. Rendezte E.B. Clutcher. A fenébe. Sajnálom, öreg fiú! Három. Jó. 3000 az szerintem is tisztességes ár. $3000 ezért a gevéért? 300. Nem találja az egyik lábát, vagy mi baja vele? $300. Na komolyan, ez egy remek ló.
Megsérti ennyivel. Ez az utolsó ajánlatom. $300. Ne haragudj, Joe. Ez a búcsú répám. Itt legalább meg lesz a kaját. Tartott ilyen sokáig, mi? Találtál egy belevaló kancár? Köszönöm. Tessék a harmadik adag. Magának aztán jó étvágya van. Szeretek jókat enni. Csak enni szeret? Hát nem csak azt. Meghívhatom vacsorára. Maga már megvacsorázott. Tényleg? Van itt egy motel a közelben. Van a mód. A Strádán jövet jobbra az első ház. Dupla ágy, bőséges reggel, és nem is kerül egy vagyonba. Mód, ez a neve? Hé, mód, megatyázz már! Állítsd le magad! Tiéd az a cirkuszkocsi odakint? Te vagy a keményfejű Luke, ugye? Van szerencsém. Na csak ne kiabáld el. Te vagy az, vagy nem te vagy? Nem. Na csak mert ha te volnál, volna egy üzenetem egy haverodtól. Milyen haveromtól? Akit úgy hívnak, hogy Múz. Ismerős a név? Na ki vele, mi van Múzzal? No? Az van, hogy sitten rohad és beszélni akar vele. Azt mondja, egyedül benned bízik. Szerintem becsavarod. Várj meg itt. A többi a magáé. Köszönni fogom, de még $2 kapok. Sajnálom, Mód, dolgom van. Ha megint erre jár, tudja a címet. Figyelj! Hello, őrmester. Szevasz, Luke.
Nem valami vonzó hely egy bajtársi találkozóhoz, de ez van. Ha már mondod, mire felváltoztattál lakcímet? Hivatalosan úgy hívják emberölés gépjárművel. Vagyis, hogy szándékosan halálra gázoltam valakit. Másnak mesélt. Kár, hogy nem voltál az esküdtek között. Megkasztíztak valami nagy kutya kedvéért. Halljam a nevét. Nem érdekes. Azért hívtalak ide, mert van valami, amit meg akarok beszélni veled. Miről van szó? Hát nem is tudom, onnan kezdjem. A lényeg az, hogy van egy fiam. Tényleg? Remek. Hány éves a srác? 14 lesz most 25-én. Na és apja fia. Nem könnyű vele. Alma fáját. Na és mint apának terveim voltak, el tudod képzelni? Hogy én tervezgessem a jövőmet. Már pedig tervezgettem. Még egy kis földet is szereztem. Ki nem néztem volna belőle? Na jó, nem vettem, hanem pókeren nyertem, de ez most melléges. Papírom van róla, hogy az enyém. Itt van a papír. Gyönyörű az a vidék, Luke. Úgy hívják Greenhaven. Greenhaven. Egy völgyben van, Arizona északi részén. Van ott egy házam egy kis tópartján, az egész olyan, mint egy képeslap. Na és tőle mit akarsz? Az egészet a gyerek nevére irattam. Viszont ő még kiskorú. Évekig nem rendelkezett fölötte. Szóval? Szóval azt találtam ki, hogy téged teszlek meg a gyámjának. Na ne, most viccelsz. Olvass csak el az utolsó lapot. Ott áll, hogy 16 éves koráig te vagy a törvényes gyámja. Én ugyan nem, én ezt nem írom alá. Nem kell aláírnod. A cellatársam az ország legjobb hamisítója. Nem hurcolázhatok folyton magammal egy gyereket. A gondozás elmulasztását szigorúan büntetik. Egyébként belevaló kölyök. Vagy nem? Honnan tudjam? Na nem. Mondd, hogy nem. Ez a tenyérbe mászó pimasz kis... Ő az én fiam. Na persze még egy kis pis is, de majd felnő. És mire odaértek, szépen össze is szoktok. Csak ne fenyeges, jó? Hová oda? Greenhavenbe. Nem figyeltél arra, amit mondtam. Azt akarom, hogy ott telepedjetek le. És neveld meg a srácot. Ne haragudj. Neked erre a feladatra egy türelmes... Nekem erre a feladatra egy garantáltan megbízható, kipróbált utolsó strici kell. Nem kényszerítelek olyasmire, mihez nincs kedve. Kösz, hogy eljöttél. És azért nincs harag. Harag az nincs. Te utolsó szemét lesipuskás strici. Oké. Tudtam, hogy számíthatok rád. Baj van. Piszok nagy baj. Hozzám beszélsz? Szedd le a patád és takarítsd ezt fel. Na ide hallgass, te taknyos. Egyedül annak köszönheted, hogy még nem rúgtalak szét, hogy a legjobb barátomnak vagy a hülye kölyke. De azt megmondom, nekem ne próbáld játszani az eszed. Értve vagyok? Na akkor most te hallgass ide, te pancsér. Egyedül azért ültem fel erre a lócitromos Verdára, mert Múz azt akarja, hogy veled menjek. De nekem nem fogja megmondani senki, hogy mit csináljak. Azt hiszem, te engem teljesen hülyének nézel. Nem nézlek semminek, mert nem ismerlek. Majd megismersz, de megáll. Szomjas vagyok. Már persze, csak ha engedélyezed, hogy szomjas legyek. Van itt a hűtőben. Nézd már, hogy milyen van. Old Rye. Ez whisky.
A jó életbe. Eszméletlen, hogy Móznak ilyen barátja legyen, hogy egyáltalán leáll egy ilyen nyálas alakkal. A lovad viszont legalább jó fej. Hogy hívják? Joe Brown. Joe Brown. Nem kell félni. Taposs a gázba! Nem tudok jobban, Joe Brown miatt nem lehet. A piszkok. Azzal szórakoznak, hogy egy lovat ijesztgetnek. Te is tudod, mikor van itt a sörivás ideje. De csak figyeld az utat! Mondják, ez szép dobás volt, Matt. Kösz. Most minek álltál meg? Minek? Az előbb ők szórakoztak, most rajtunk a sor. Innen nem látom őket. Visszálltak már? Nem. De most. Most szállnak ki. Körülnéznek? Meglátnak? Aha, ahogy mondod. Elindulnak felénk, nem rohannak, de kilépnek. Nem igazán boldogok. Biztos, hogy ez nyerő ötlet? Ne izgulj. Most rákapcsoltak, mi? Aha, rá. De ezek mind a begorombultak volna. Hát csak goromboljanak. Mindjárt ideérnek. Már látom őket. Akkor mi az Istenre vársz? Ne izgulj. Na, gyerünk, fiúk, futás! Mindjárt itt vannak. Mi viszont nem leszünk itt. Ha ők rákapcsolnak, mi is rákapcsolunk. Ha mi rákapcsolunk, ők is rákapcsolnak. Lassítanak. Akkor mi is lassítunk. Megállnak. Akkor mi is megállunk. Kidöglöttek. Kiköpik a tüdejüket. Na nézd már, mindjárt összerúgnak. A dű a hullát is feléleszti, ha az ember jó helyen piszkálja. Na most figyelj. Ez most csak valami trükk, ugye? Ugye? Fuskám, most figyelj, elkapjuk. Na, most elkapjuk! Hozz ide a kocsit! Ott hagytuk! Menj vissza érte! Menj vissza te! Parancsoljanak, egyszer a sült baba az úrnak. Kösz. És a hamburger a fiatalembernek. A fia? Jó ég, dehogy. A kisöcsém. Az más. Jó étvágyat. Te összehozhatnál vele egy randit. Lehet, hogy van egy húga. Mond,
Téged semmi más sport nem érdekel? Ne. A céllövészet. Na mond, megint csak a szád jár. Eltalálok akármit. Te. Na ide nézz. Hát ezt talált. Hát ha elsősegélyként... Na maradj a fenekeden. Na akkor még de, egyet. Ne csináld már. Figyelj, ne nézz az ajtó felé. Miért? Mi a baj? A kamionosok. Ó, és most mi lesz? Szerintem engem nem ismernek fel, de téged megnézhettek maguknak. Úgyhogy hajolj le és kösd meg a cipőfűződet. Hé, hey, emberek! Ki ez az örgőcsontú gebe odakint, he? De melyik? Az ott az utánfutóban? Aha. Amit egy jeep fontat? Aha. Benne egy tag egy kölyökkel? Aha. Aki betörte a szélvédőtöket egy sarosba, aztán megfuttat a kölyökkel? Aha. No hát akkor úgy látszik, engem kerestek. Luke! Nem volt rossz. Hát, tiszta mázli. A többi a magáé. De ez még $2 kevesebb. Nem érdekes, a cég kibírja. Kösz. Módén... Mód, én igazán... Én legalább annyira. Joe Brown nyerített az előbb. Nyerített, nagy dolog. Akkor szólj, ha nyávok. Gyere ide! Húzgás! Mi van? Fogd a vödröt és töltsd tele vízzel. Mm. Minek? Csináld, amit mondtam. Üvöltözöl, te szerencsétlen! Felvered az egész környéket! Na, tűnés innen! Mi van itt? Csend legyen! Semmi baj, csak a gyerek bömböltette a tévét. Elnézést kérek. Miért az ordibálás? Oda van ezekért a hülye krimikért. És most mit akarsz csinálni? Hogy mit? Ne, ez a fazon nem habókra jött. Nem kabarézni akar. A végén mégiscsak kabarézott egyet, nem? Te mindig ilyen könnyen veszel mindent? Miért ne? Amíg megengedhetem. Miért? Mit kellett volna csinálnom? Lőttem volna vissza? Te nem akarod, hogy tiszteljenek?
Nem tartok igényt ilyen tiszteletre. De valahogy vonzod a bajt. Két nap alatt négyszer kerültem piszok meredek szitúba miattad. Jé, én pont ugyanezt gondoltam rólad. Na mondd meg, mit akarsz? Három cheeseburgert, egy hamburgert és egy nagy adag... Mérsékeld magad. Most mit vagy, faszari? Szakpak, ennyi választ el az éhhalától. Két hamburgert és két kólát kérek. 3,95. Készülj, Joe Brown. Vegyél le róla, ebben a városban nem találsz rá bolekot. Kitől tudod? Musztól? Ki mástól? Akkor mégis mit csináljak? Raboljak ki valaki? Nem, kártyabökés. Kártyabökés? Az mi? A fazon kiszúr egy lapot, megkeveri a paklit, feldobja a levegőbe, én meg a faloszbököm alapján. Óriás! Aztán rájönnek a trükködre, és szétszínszálnak bennünket. Ki van zárva? Nem mond, miért? Mert nincs semmi trükk. Na ne zsongíts! Semmi trükk? Köszönöm. Ide figyelj, ha majd is vagy, majd megvársz kint. Nem játszunk egyet, uram? Felőlem játszhatunk. Hé, öcsi, mi az Isten szórakozol? Ne tessék haragudni, nem vagyok profi. Hát az nem vagy, az biztos. Majdnem engem találtál el. Bocsánat, késsel azzal egész jól szokott menni, de ezzel a bizgentyűvel. Késsel? Mit tud csinálni késsel? Amit csak akar. Például eltalálok egy kártyát is a levegőben. Na, ekkora hatát még életemben nem hallottam, öcsi. Soha életemben. Kiválaszthat egy kártyát egy teljes pakliból. Na, várj. Várj csak egy kicsit. Ha jól értem, azt mondod, hogy ha feldobok egy paklit a levegőbe, eltalálsz belőle késsel egy lapot. Nem csak úgy vaktában egyet, azt, amit kiválaszt. Az 52 lapos pakliból. Abból. Fogad velem? Halljátok ezt? Hát a szád az nagy, az biztos, öcsi. Szerény számításom szerint 1/52 az esélyem, hogy eltalálom. Szerény számításom szerint jó, ha eltalálod a falat. Na jó, felteszek egy dollárt, hogyha maguk feltesznek 52-t, hogy eltalálom azt a kártyát, amit mond. Na jó, fogadjuk. Majd leszoksz a hencegésről. Felteszem minden pénzemet, 10 dollár. Na, de hát nekem nincs 520 dollárom. Hm? Nem van. Az a maga szerencséje, uram. De nagy a szád, öcsi. Engem az apám bezárt volna a fáskamrába, ha így beszéltem volna. Ja, ilyenek ezek a mai fiatalok. Nem tanulnak tisztességet. Mondja maga. Én azt mondom, a pénz beszél, a többi kutyaszat sem ér. Tudjátok mit? Leckésztessük meg ezt a kölyköt. Dobjuk össze azt a nyavajás 520 dollárt. Aztán közösen elsörözzük az ő tízesét. Én beszállok egy ötössel. Lássuk a többit. Ez az, köszönöm szépen. Előre élvezem, hogy nem ülök, hogy jöhet ez is. Ez az, köszönöm. Meg lesz a szórakozásunk. Nem is az utolsó. Még kérek, itt is. Te add már kölcsön a kalapodat. Tessék. Köszönjük. Na még. Innen is. Csak ide bele, aztán jöhet a móka. Ez az. Remek. Na, most már. 520 dollár a te tízesedet elében. Itt a tízes. Helyes. Vigyázz rá, jó? Kell még egy pakli kártya. Ez jó lesz? Á, remek. Na, melyik lap legyen? Már mondtam az előbb. Amelyiket választja. A Káró Bubi például? Felőlem. Nektek is jó? Megfelel? Akkor. Ha összecsináltad magadat, most szólj. Felőlem kezdhetj. Türelem, emberek, mindjárt jön a sör. Na mi lesz már, más dolgom is van.
káró, Bubi? A késem. Célozni az tényleg, tudsz, öcsi? Elvisz valaki egy darabon? Azt kérdeztem, elvisz-e valaki egy darabon? Én éjszak felé megyek. Jó, én is. Kösz. Na, menjünk már innen, Luke. Még hogy 5 mérföldre van benzinünk. Volt ez minimum 50. Arra gondolj, mi lett volna, ha nincsen Joe Brown. Tolhattuk volna a tragacsot. Na, itt vagyunk. Lehet fél egy kis pihenés. Parancsolj. Ne, kösz, öreg fiú. Sosem láttam ennyi csillagot az égen. Melyik lehet az én szerencse csillagom? Na, akármelyik. Amelyiket választod. Nézd ott azt. Azt a nagyon fényeset. Látom. Remélem, az lesz múlt szerencse csillaga. Nézd, micsoda sötét alakok. Rendesek, ha az ember megismeri őket. Na, inkább. Hm? Mit szólsz hozzá? Kicsit löttyet. Tehát úgy látszik, nem akar odébb menni, kénytelen leszek megtolni. Én nem csinálnám a helyedben. Na, nem mond. Miért? A dzsungel törvénye mit ír elő ilyen esetre? Azt nem tudom, de gondolj Joe Brownra. Kolbászt csinálnak belőle. Tényleg. Te hallgass, te lócitra. Intézzük el ezt a gubancot édeskettesben. Hogy szólítottál?
Úgyhogy lócitrom. De ha akarod, szólíthatlak a neveden is. Szarjankó. Ha protkon volna, kiköpném a nevetéstől. A protkót már is megrendelheted. Azt mondta rám lócitrom, pedig az én nevem Cidege. Mint a kis madár. Egyben vagy, Luke? Kidekorálom a pofádat. Arra befizetek. Te! Várjál csak, te nem a... De, te vagy a bökős Matt. Rikó vagyok. A penge-pengetős Rikó. Aha, Rikó. Mi van oda? Hogy vagy? Szevasz! Mi ez, Rikó? Mi az Istent, ha velkodsz ezzel? Ez a srác a bökős Matt. Ő mentette meg Nicket, az öcsémet a tigrisektől. Mi van veled? Semmi különös. Épp most megyünk a Főnixi sivatagi futamra. Vagy 50-en. Meg a csajok. Szól a zene. Szóval megy a műsor. Na és te? Én? Én megyek megnézni valami telket, amit az öregem pókeren nyert. Ő most nem ér rá. Ez ki? Egy haver, akit viszek magammal. Nem rossz fej, mi? De nem bizony. Ki ez a vadbarom? A nagyfőnök Cinege. Hé, Cinege! Igen, Cinege vagyok. Ő a bökős Matt. Nick haverja. Emlékszel, amikor a tigrisek szét akarták vágni? Ki ez a vadmarha? Megválogathatnád a haverjaidat. Mit szólnál, hogy hagyjuk abba ezt most? Mondjuk azt, hogy döntetlen, jó? Ti ezt gyakran csináljátok, vagy csak a... A mi tiszteletünk? Nem, ez csak a te tiszteletedre, a tiédre. Egy tag $1000 ígért, ha kilapítalak. Mi? Ki az a tag? Tényleg nem tudom. Csak annyit mondott magáról, hogy ügyvéd. Beugrott valami? A világon semmi, de azért kösz, hogy mondtad. Nincs mit. A legközelebb Főnixbe jártok, gyertek el a stadionba. Mi ott szoktunk versenyezni. Csak magatokat hozzátok. Mi gondoskodunk nőkről is. Jól hangzik. Bökös. Kösz a múltkorit. Szívesen. Na. Szevasz, Rico. Szevasz. Hello. Jó fejek, nem igaz? Szóval az ember megismeri őket. Na, gyerünk tovább. Bekős. Mennyire van még Greenhaven? Hát, ha repesztünk, megállás nélkül hajnalra odaérünk. Kibírod egy végtében? Amit te tudsz, azt én is tudom, csak jobban. Hát, csak jobb. Van itt valaki? Szolgálja ki magát, aztán hozza a pénzt! Nem tankolni akarok, csak kérdeznék valamit. Csak hozza a pénzt! A
Azt mondja meg, hol van a leágazás Greenhaven felé. Jóval odébb egy tábla két mérfölddel jelezte, biztos túlmentem rajta. Szóval? Mit szóval? Hol van a leágazás? Miért akar Greenhavenbe menni? Inkább válaszoljon ahelyett, hogy kérdezget. Ja, hát én akár válaszolhatok is. Nem tudom. Ezért a válaszért fizettem magát. Ha egyszer azt mondja, hogy nem tudja, akkor magát nem tudja. Magát neki kérte, hogy belepofázzon a... Elnézést, biztos úr. Sheriff vagyok. Elnézést, sheriff úr, én csak azt hittem, valami hülye szórakozik velem. Illetve... Na szóval... Szóval semmi. Semmi? Hát ez magyarázatnak is semmi. Magáé az a Jim? Az enyém. Képzelje, sheriff, azt kérdezte tőlem, hol van a Greenhaven-i leágazás? Honnan kéne azt magának tudnia? Ide jön azzal, hogy hol van a Greenhaven-i leágazás, mint hogy ha azért volna... Milyenek manapság az emberek? Ugye nem baj, ha átvizsgálom a jeepjét? Nem örülök neki, de csak tessék. Maga itt marad. Kezeket az autóra, mozgás. Szét a lábad, tervezd be. Köhögni nem kell? Fegyver nincs nála. Az a gyerek a kocsiban a fia? Nem, ő a kisöcsém Matt. Na és a ló? Ő John Brown. És Greenhavenbe akar menni? Valami rossz van abban? Jobb helyre is mehetne. Tartósan ott akar maradni? Igen, szépségem, illetve asszonyom. Na pucolás! De egyet jól jegyezzem meg magának. Mi itt nem szeretjük a bajkeverőket. Értettem. Na és a leágazás? Arra negyedmérföldnyire jobb oldalt. Köszönöm. Hálásan köszönöm. Lawson irodaház? Mr. Lawson, kérem. Morton sheriff vagyok. Itt vannak, uram. Te, látod ott azt a házat? Ez lenne Moose háza. Ez lesz az. Na, ez most mit szólsz? Jó, tágas szoba. Ide néz. Már is van postánk. Mutassa. Jó lesz ez, csak egy kicsit ki kell pofozni. És kész. Hol itt a tévé? Hm? Nem látok sehol egy tévét. Hát mert ide a villany sincs bevezetve. Se futball, se birkózás. Ez maga a dögunalom. Te, figyelj csak ide! Lawson építkezési vállalkozó. Szeretném önnek is alkalmas időpontban előterjeszteni ajánlatunkat és megtárgyalni. És a többi, és a többi. Na, ez érdekes lehet. Hé, maguk ott bent a házban. Ki ez a fazon? A nevem Eli. Békés üdvözlettel jövök. Biztató változatosság. Jöjjön be!
Szomszédok leszünk. Az egyik testvérünk favágás közben látta, hogy megérkeztek, úgyhogy gondoltam, átjövök köszönteni az új szomszédokat. Nagyon kedves. Az én nevem Luke. Luke Mantin. Ő pedig Matt. Az úr vezéreljen a jó úton. Kösz, de nekem ő is elég bőven. Az ártatlanság hangja. Ebben nem volnék olyan biztos. Az úr valamennyi teremtménye közt nincs még egy olyan zabolátlan, mint egy ifjú legény. Mondá a prófét. Milyen jól mondja. Megtiszteltetésnek tartanám, ha átjönnének. Velünk költenék el az estebédet. Kaja! Köszönjük, de nekünk még volna itt egy kevés... Na, amiatt ne aggódjék, majd elrendeződik magától. Magától? Persze, meg fogja látni. Ilyenkor semmi sem esik jobban, mint egy tányér gőzölgő leves, meg egy szelet incsiklandozó sült hús. Mindjárt más színben látják a jövőt. Az biztos, hogy fel tudnék falni egy disznót. Hát akkor köszönettel elfogadjuk a meghívást. Jó. Ennek igazán szívből örülök. Boldoggá tesznek. Tudod, Luke, ahány vallás csak van a Földön, mindszerint az övé az egyetlen igaz Isten. Mi annyival is beérjük, ha az Úr a maga közelébe enged. Ó, lányok! Dalula! Petula! Melody! Gyertek gyorsan, szaladjatok! Ők az én lányaim. Aha. Ők a lányaim bizony. Az én büszkeségem és boldogságom. Az új szomszédunk, Mr. Luke Menti. Jó napot. Isten hoz. Jó napot. Jó napot. Ezt a fiatalembert pedig úgy hívják, hogy Matt. Szervusz, Matt. Tetszeni fog itt neked. Igen. Még nem is sejted mennyire. Nekem már most is tetszik. Jó. Jó, jó. Hol van kislányai, nem siessen? Jó, jó. Viszontlátásra! Hol maradnak ilyen sokáig a lányok? Most már mindjárt itthon lesznek, mama! Csak mert a fiatalember éhes. Hogy találta ki? Gyere velem, Matt. Süteményt is készítettem, csak nem tudom, eléggé megsülte már. Hú, én ebben szakértő vagyok. Ó! Há, itt vannak! A büszkeségem és boldogságom. Nem csodálom. Hol vannak a többiek? Még dolguk van, de jönnek nem sokára. Mindjárt megyek értük. Köszönöm, Martin fiam, köszönöm. Köszönöm, Martin, hogy visszamész értük. Tudod, Petulával nem sokára összeházasodnak. Martin és Petula, azt kellene látnod, ahogy a fát vágja. Lélegzet elállító, bivaj erős. Martin, köszönöm! Most már ideje! Jön a kaja! Oh. Igen, így van, egészen biztosan. Nagyszerű, olyan boldog vagyok. Oh, főzni is tud. Jó étvágyat. Az illata nagyon finom. Ha talán a kedves vendég köszönetet mondaná... Hogyne, köszönjük a meghívást. Nem, a feleségem arra gondolt, hogy az úrnak. Oh. Tudod, Luke, nálunk az a szokás, hogy a vendégé a megtiszteltetés, hogy hálát mondhat. Hálásan köszönöm. Hát akkor, kedves uram, rég nem volt dolgunk egymással. Lehet, hogy már nem is emlékszel rám, de én azért szeretném megköszönni neked, hogy összehoztál minket ezekkel a kedves, vendégszerető emberekkel, és köszönöm ezt a finom, fejedelmien bőséges ennivalót. Ma jelentkezem. Amen. Amen. Hát, mi tagadás, fiam, elég családiasan beszélgetsz az úrral. Elég jó, kijövünk egymással. Yeah.
Igazán büszke lehetsz rájuk. Az is vagyok, fiam. Hát, ez aztán a barátságos fogadtatás. Ja, eszembe jutott, amikor Múzzal Bronxba költöztünk. Rögtön az első éjszaka betört valaki, amíg aludtunk. A vacsora sem volt utolsó. Nem, és a csajok sem. Ja, elkaptam volna mindent. Hé, hogy beszélsz te? Na, egyszer majd elbeszélgetünk, mint férfi a férfival a szexről. Jó, mire vagy kíváncsi? Te. Mi a baj? A ház. Ég benne a lámpa. Nem hiszek a szememnek. Mint a Mary Poppins járt volna itt. Te. Ide néz. Alma, kenyér, lekvár, tojás. Aztán pedig, ha elfogy... Na ne. Elment a kedved Mary Poppins-tól? Hát, ha bevarázsol a farmer lányainak hálószobájába. De szexmániás. Na, ne játszd az eszed. Látom, hogy te is fűzted azt a, hogy is hívják, talulát. Na, most már feküdj le. Ez az, így könnyen elintézed. Örülök, hogy itt találom. Rosszom vagyok, Anthony Rosszom. Jó napot. Ő pedig a cégtársam, Ryan. Ügyvédek? Igen, örvendek a szerencsének. Jó napot. Mi a Lawson cég jogi képviselőiként jöttünk. Olyan üzleti ajánlatot teszünk önnek, amelyet szerintem egyszerűen nem tud visszautasítani. Csupán egyetlen percig tartanánk fel. Nem tartanak fel. Köszönjük szépen. Luke! Én addig szemmel tartom a másik kettőt. Csekkek, jegyzetek, és végül a legfontosabb a szerződés. Meg kell mondjam, igazán örömmel konstatálom, hogy ön nem a féle különc fanatikus, mint a szomszédai. Fanatikusok? Roppant furcsa emberek. Én az ön helyében kerülném őket. Az ilyen bigottság rendszerint nem vezet jóra. Röviden a lényeg. A Lawson cégnek az a szándéka, hogy felvásárol minden ingatlant a Greenhaven völgyben. Az aprócska ingatlanáért készséggel felkínál akár... Akár mennyit nem érdekel. Jól hallottam. Hogy mondta, kérem? Az ingatlan nem eladó. Ha esetleg jobb ajánlatra számít, tegyen le róla. Nem kap ennél jobb ajánlatot. Senkitől sem. Nocsak. Úgy látom, borul. Ebből eső lesz. Kemény fába vágta a fejszét, barátom. Nagyon keménybe. Én nem húznék újat Mr. Lawsonnal. Fogadjon el egy tanácsot, ingyen és bérmentve. Tudják mit? Tűnjenek el. Vigyázz, mennek! Thank you.
akar menni? Ki a következő? Ne, várjon, ha hagyjuk ezt. Akkor tudják, hol az ajtó. Igen. A helikopter! A fenébe! Ez meg hogy történhetett? Nem tudom. Én sem tudom képzelni. Ide figyeljenek, ha itt átvágnak az erdő, 20 perc alatt benn vannak a városban. Igazán kellemes séta. Tessék, ez a magáé, ez meg a magáé. Levegőzzenek egyet! Vigyázzanak a medvékkel! Látom, Múz erre a fogásra is megtanított. Meg. Ő azt mondta, hogy tőle tanulta. Azért. Remélem, csak úgy hecből sosem fogsz csinálni ilyesmiket. Cinege nem valami ügyvédet mondott? De, az bizony. Gondolom, most azt hiszik, hogyha nem szállnak le rólunk, majd csak feladjuk. És Móz eladja a házat. A piszkok. Nem baj, az első menetet mi nyertük meg. Figyelj, megpróbálok összehozni valamit Melodival. Beviszem a lányokat a városba vásárolni. Gondoltam, ha nincs jobb dolgod, esetleg eljöhetnél velünk. Jól van. Jó napot, Mr. Mulligan. Jó napot. Mérjen le 4 méter fehér batisztot, legyen szíves. Nagyon sajnálom, Mr. Olach, de teljesen kifogyott. De hát, Mr. Mulligan, ott még több végrevalót látok. Az sajnos már el van adva. Matt, vidd el a kisasszonyokat fagylaltozni. Kiszállni kezet a kocsira, de gyorsan, különben nagyon megbánja. Én is kiszálljam, serif. Ülj vissza a fenekedre.
Látom, nem képes veszteg maradni, hiába mondtam. Több mint 70 mérföldes sebességgel ment. Na és akkor mi van? Hogy mi van? Nem látta a sebességkorlátozó táblát? Csak hogy én nem közúton vezettem, úgyhogy a 70 megengedett. Azt nem maga fogja megmondani, mi a megengedett. Itt én mondom meg, mi a megengedett. Szórakozni voltunk, mi? Jegyezze meg magának, hogy mi itt nagyon nem szeretjük a bajkeverőket. Ezt mintha hallottam volna már. Akkor ne felejts el! És mostantól maradjon a közúton, mert az való autózásra, és tartsa be az 55 mérföldes sebességhatárt, különben az én vendégem lesz ma éjjel. Igenis, biztos úr. Sheriff vagyok, érthető? Mit csinálsz? Adjuk neki egy kis emléket. Tartsd a sebességet. Úgy se találod el. 5, 4, 3. Eltaláltam, telibe a tökét. Na. A tökét? A tökfejét? Szervusz, mama! Meghoztam a lányokat, éppen egészségesen. Mennyei teremtő atyám, kipakoltátok az üzletet? Lúnak köszönhetjük az egészet. Kiárusítás volt. Na hát, ez csodálatos. Tiszteltetem, Ilány. Viszlát, köszönünk mindent. Gyertek inni hamar. Viszlát. Meg lesz. Viszontlátásra! Mondjak valamit? Kezdem megszeretni ezt a helyet. Már egészen ide szoktam. Már megvan a vonzereje. Hát az meg. Mi baj a Joe Brown-nak? Semmi, csak ejtőzik, szokása szerint. Jaj. Na mi lesz? Ne lopd itt a napot. Lennél szíves feltápászkodni? Lehet, hogy valami baja van. Hát csodál. De még nem ismered. Ilyen lustaló nincs több a földön. Mozdulj már! Hé, Joe Brown, mi ütött beléd? Nyugodj meg. Talán mondani akar valamit. Fogalmam sincs, mi lehet-e. Ez volt az. Úgy látszik, új alapokon akarnak tárgyalni. De hogy Mose mit fog elszólni? Irgalmas teremtő atyám az égben. Mi történt? Úgy sejtem, Mr. Lawson küldött üzenetet. Biztosan nem találták a postaládát, hát letették az ajtónál. Bent pusztulhattatok volna? Vagy talán épp ezt akarta? Ez egy mindenre elszánt ember, Luke.
Nem tudom, van-e elég erőnk a harchoz, vagy inkább adjuk fel? Én nem adom fel. Mindjárt jövök. Jó. Ki tetszik keresni? Mr. Lawson-t. Szabad a nevét? Luke Menti. Erre tessék. Mr. Lawson? Rosszabbat nem is tehettél volna, mint hogy ide jössz, Luke. Te? Én. Rendbehatos úton megy kifelé a város. Szóljon a sheriffnek, hogy ne avatkozzon bele. Mehetünk. Jogomban tudni, miért halok meg. Lawson nem Lawson. És ezen múlik az életem. Ez egy régi sztori, de ő juttatta sitre Moose. Hogy megkapassa a földjét? Nem, hanem hogy Moose ne ismerje fel. És ezt te honnan tudod? Onnan, hogy én felismertem. Te is ismered Lawson? Ismerem hát. Na de a Lawson nem Lawson, akkor ki a fene? Az Isten megáldjon, nem érez rá után. Azután, hogy meghaltam. Vannak, ott mennek! Értesítsd a rendőrséget! Ha szólok, ugorj ki! Átverte magukat. Kijött a parkolóházból. Főnök! A gyerek nincs a kocsiban! Ez most nem fontos. A kölyköt majd elintézzük később. Négyesen megy az északi sugárút felé. Zárják körül! Oda néz, most elkapjuk a szemét, stricit!
utasítás mindenkinek. Sürgősen a Lawsonville-i útra. Ez ügyes volt, Luke Mendy, ügyes volt. Adja a pisztolyt. Aki harchoz szokott, nem adja fel, igaz? Beláthatod, hogy meg kell szabadulnom tőled. Képzeld magadat a helyembe. Egy százados helyébe, aki cserben hagyja az embereit. Na, én azt nem tudom elképzelni. De hát 500 ezer ampulla morfiumot szállítottunk. Ami létfontosságú volt. Már csak az én jövőm szempontjából is. Nem hittem, hogy te meg Múz életben maradtok. Mi meg téged hittünk halottnak. A saját szememmel láttalak téged. A folyó vitt lefelé, mint egy hullát. Megsebesültem. Múz észrevett, kivonszolt a partra. Megmentette az életemet. A tárgyaláson aztán a saját bőrét mentette. Akkor romlott el minden. Nem kellett volna biztosra vennem, hogy meghaltatok. Egyébként el kell ismerned, hogy jól ki volt tervelve minden. Tiszta morfium a tábori kórházaknak. Ellenséges rajtaütés, ami indokolja a haláleseteket. A dög cédulám a lángokba veszett. És megsiratták a halott hősöket. Aztán a halott hős Lenny Kovacs felmarja a vérdíját, és köztiszteletben álló üzletember lesz Henry Lawson néven. Látod, ezért kell megszabadulnom tőled. Hát, igen. Nem tűrnéd, hogy Múza sitten rohadjon, akkor pedig a tervem kútba esne. Ezt viszont én nem tűröm. Hát, ez bizony így van. Ugye? Na, várj csak egy kicsit. Hogy kerülnek ebbe az egészbe a szomszédaim? Megveszem a földjeiket, mert építkezni akarok ott. Ennyi az egész. Én ugyanis, mint mondtam, köztiszteletben álló üzletember vagyok, és ha ez a hülye Múz... Nem hiszem, ezt a földet nyeri el pókeren? Pókeren? Pókeren. Igazán megértheted, Luke, nem hagyhattam, hogy Múz errefelé mászkáljon. Úgyhogy kértem némi szívességet a megfelelő helyeken. Nem személyes arabból, pusztán üzleti érdekből. De Múz így sem adta el. Sajnos nem. Ezért kellett megszerveznem, hogy eltűnjön a szintérről még hozzá hosszú időre. Jó ötlet volt, mi? Csak aztán megjelentem én. Rossz hír volt ez nekem, Luke, hidd el, nagyon rossz hír. Azt elhiszem.
Nem azt mondtam, hogy a rendőrséget hívd? Ők sokkal megbízhatóbbak. Ez az a görény? Hát ez. Húz büszke lenne rád. Ide figyeljen, ha elengednek, fizetek 100 000 dollárt. 200 000-et. 300 000-et. Hát nem aranyos. Látom, itt a vége. Maga Luke menti? Én vagyok. Lozen? Az igazi neve Lenny Kovács. Nagyon ajánlom, hogy igaz legyen, amit a gyerekkel üzent. Különben megnézheti magát. A vizsgálóbíró egy egész csomó kérdésre vár magától feleletet. Értettem. Bruce, oldj el a helikopter! Szép lövés volt, Bruce! Matt! Eli! Rachel! Talula! Jó hírem van! Hé, Matt! Van itt valaki? Joe Brown! Ahó, Joe Brown! Hát a többiek, tudod, hol vannak? Igen? Elviszel hozzájuk? Na, jó, rendes tőle. Figyelj meg! Moose nem sokára itthon lesz. Luke!
Kösz. Beszállás, Joe Brown. És most mégis hova? Hová? Hát megyünk Mózért. Már is? És mikor érünk oda? 2 nap alatt, ha semmi sem jön közbe. Oda néz! Mi van? A kamion! Megint megfuttatjuk őket? Ez nem indul. Mi lehet a motorral? Most nem csinálsz ilyet belőlünk. Nem a motorral van baj. Kifogyott a benzin. Hello! Szép az idő, mi? Kifogyott a benzin. Komolyan. Aha. Nézzétek meg! Aha. Csak zsongít minket, hogy aztán megint röhöghessen rajtunk a macsadék. Hé! Nem kértek egy sört? Van bőven a hűtőben. Ha már itt tartunk, szendvicsel nem akarod megkínálni őket? Lehet, hogy tényleg kifogyott a benzinje? Há, persze, csak úgy, egyik percről a másikra. Atyaik! Persze lehet, hogy tényleg kifogyott. Ahogy megmondtam. Há? Elindultak. De, ezek most nem tréfálnak, feszítőos van mind a kettő. Látom. Siess már. Magyar hang. Gujréti László, Boros Zoltán, Simon György, Kránic Lajos, Dózsa László, Matus György, Rák Kati, Zentai Lilla, Prókai Anna Mária, Bolba Tamás, Verebély Iván, Erdélyi Ila. Magyar szöveg Séri András, hangmérnök Hargitai János, rendezőasszisztens Lakos Éva, vágó Katona Edit, gyártásvezető Ozorai Katalin, szinkronrendező Tomasevic Zorka. A szinkron a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készül. Forgalomba hozza a Mokkét.